A helyiek szerint Visegrádon mindig fontos dolgok történnek. A középkori Magyar Királyság fővárosa is volt egy ideig, a nevezetes diplomáciai sikernek, a király találkozónak az emlékére 1991-ben a visegrádi csoportot, mai nevén a V4-eket is itt hozták létre. Ezekre emlékeztetett Őri Dénes polgármester az idei városnapi ünnepségen, amikor a Visegrád 700 fejlesztési programról tett említést. 2035-re a visegrádi királytalálkozó 700. évfordulójára megújulnak műemléki épületeink és környezetük, valamint a településen olyan egyéb beruházások is megvalósulnak, melyek a helyi lakosok és a térség érdekeit szolgálják majd. A 2021-22-es évben a magyar kormány több mint 1,4 milliárd forinttal támogatja városunk azon fejlesztéseit, melyek közvetlenül bennünket, visegrádiakat érintenek. Az elmúlt időszakban is peregtek az események. Folytatódott az iskola, a plébánia, a tornacsarnok felújítása. Megújult egy fontos üzlet ugyanúgy, ahogy a focipálya is műfüvet kapott. Megújulnak a játszóterek, a kálvária és annyi sok minden. A polgármester köszönetet mondott mindazoknak, akik részesei voltak Visegrád fejlődésének az elmúlt időszakban. Dr. Vitályos Eszter országgyűlési képviselő egy újabb kezdeményezésről adott hírt. Örömmel jelentem be, hogy több nagyszerű emberrel, akikre őszintén felnézek, nemrégiben életre hívtuk az Átölel a Pilisduna-Kanyar Szövetséget. Egyszerű a célunk, hiszen csak annyi, hogy a különbözőségek helyett végre nyissunk a közös értékeink felé, segítsük és támogassuk egymást itt, a Pilisduna-Kanyarban. De igazából mindezt csak azért hozom most szóba, mert Visegrádon érzem mindig azt leginkább, hogy a Dunakanyar tényleg mindnyájunkat átölel. Amikor a visegrádi napok megnyitójára készültem, eszembe jutott ez a mondás, a kicsi a szép. Persze utána is néztem, hogy honnan is jön ez. Nos, ez egy közgazdasági elmélettétele, amely szerint a kicsi azért szép, mert emberléptékű. És nem csak szép, de jó és hasznos is, mert egy bölcsebb, működőképesebb világot alapoz meg. Visegrád 2001 óta város újra, Magyarország egyik legkisebb városa. A város cím azonban nagy büszkeség minden visegrádinak. A városnak kiemelkedő eseménye volt azok kitüntetése, akik a képviselőtestület megítélése szerint munkájukkal jelentősen hozzájárultak Visegrád továbbfejlődéséhez. Mezei Anna díjat kapott Gróf Anikó, aki a város ifjúságáért végzett kiemelkedő munkát. Mi Visegrád város esküdtjei, polgármestere és ifjai tanácskozást tartottunk, és emlékezetbe ajánlván adjuk tudtára mindenkinek, akit illet, hogy Gróf Anikó úrhölgy Visegrád város ifjúsága fejlődésének előmozdítása érdekében kimagasló munkát végzett. Tetteivel és szolgálatával kivívta elismerésünket, amit ezen okirat tanúsít. A díjat a díjazott távollétében testvére vette át és köszönte meg. A következő Visegrád tiszteletbeli polgára díjat a Danubia televízió főszerkesztője Tóth Csilla vehette át. Oklevelén ez olvasható. Tanácskozást tartottunk és közös akarattal kinyilvánítottuk, hogy az előttünk megjelent Tóth Csilla úrhölgynek Visegrád város tiszteletbeli polgára címet adományozunk. Tesszük mindezt, mivel tetszésünkre vannak eddigi cselekedetei, és abbéli reményünket fejezzük ki, hogy Visegrád városának pártfogója és hírének terjesztője lesz. Kelt Visegrádon az Úr megtestesülésének 2021. évében, Szent Mihály havában, Szent Prótusz és Jácin napján. Felkérem Tóth Csillát, vegye át a kitüntetést. Ezután önfeláldozó, sok lemondással és veszéllyel járó munkájuk elismeréseként a visegrádi tűzoltókat tüntették ki Pro Urbe díjjal. Felkérem Megyesi Balást, a Visegrádi Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének parancsnokát, hogy vegye át a kitüntetést.
Az ünnepség végén pedig Vitályos Eszter képviselő köszöntötte a tűzoltóság soraiba bekapcsolódni készülő ifjú önkéntes tűzoltókat. Szívből gratulálok önöknek, akik elvégezték a tűzoltó alaptanfolyamot, és külön örülök annak, hogy hölgy is van önök között, és hogy ilyen fiatalok mindnyájan, ahogy elnéztem, talán a legidősebb is 98-ban született, úgyhogy én azt gondolom, hogy példát vehetnek önökről a fiatal társaik, a barátaik, hogy ilyen szép dolgot választottak, és hogy önkéntes tűzoltók lettek.